Közel 150 bringás érkezett a Klapkatérre, hogy részt vegyen a Szabadság Vándorai Túra Kerékpáros Egyesület által szervezett kerékpáros felvonuláson. Az Európai Mobilitási Hét keretében megtartott rendezvény célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A lényeg ennek az egésznek, hogy ez Európa legnagyobb környezetvédelmi és közlekedési kampánya, amelyik keretén belül mindenki a saját élő környezetében, mi itt Komáromban szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy ahhoz, hogy egy élhető városba érjünk, egy fenntartható városba, ahhoz bizony át kell ülni az autók volánjától a biciklikre, a közlekedés, a közösségi közlekedésre, a buszokra, vagy pedig egyszerűen, ha rövid távokról van szó, akkor bizony jobban járunk, ha gyalogolunk és az autót otthon hagyjuk. A Kerékpáros Egyesület már negyedik alkalommal szervez felvonulást abban bízva, hogy egyre többen választják majd a kerékpárt az autó helyett. Azt gondolom, hogy érezhető hatása, de még mindig van hová fejlődni, hiszen ha megnézzük, hogy reggel mennyi kerékpár áll mondjuk meg az iskola előtt, és van lezárva, és mennyi ember, mennyi tanuló érkezik autóval, akkor még mindig sajnos többségében vannak az autós közlekedők, és akkor látjuk azt, hogy ott idegesség van az utcában, ahol iskola van, tollódnak az autók, járó motorral várják délután az autósok, a szülők, a gyerekeket. Ezek a problémák mind megoldhatóak lennének, hogyha több kerékpáros lenne, több fiatal lenne, aki kerékpárral érkezne iskolába, vagy több szülő, aki felnőtt, aki kerékpárral járna bevásárolni. A város vezetése is fontosnak tartja a fenntartható városi közlekedés népszerűsítését. Ennek köszönhetően vált az országban egyedüliként ingyenessé a városi tömegközlekedés, és számos fejlesztés is sikerült megvalósítani. Az elmúlt években több olyan fejlesztés zajlott, ami erre épül, és próbálja összekötni ezeket a fejlesztéseket. Biztonságos kerékpár boxok, tárolók vannak, kerékpár tárolók vannak, parkolóhelyek vannak, szervizpontokat építettünk ki, ha kimegyünk a városból, információs pontok vannak, különböző helyeken egyéb szolgáltatásokkal is szerettük volna bővíteni, ilyen például a kerékpár megosztó rendszer, amiből már a szomszédos városokba is el tudunk menni, és még olyan infrastruktúrát szeretnénk kiépíteni, ami összeköti a kinti turista kerékpáros útvonalakat. Hamarosan egy újabb kerékpáros fejlesztés is megvalósulhat. A költségek jelentős részét pályázati pénzekből fedezi a város. Örömmel mondhatom, hogy egy Rákóczi utcának egyik szakaszára, lényegében a Vághídtól egész a Komenszky utcáig már megnyertük a pályázati támogatást, és kezdjük építeni közbeszerzés lefolytatása után a kerékpárutat, ami a járda szélesítésével valósul meg. A másik oldalra most adjuk be az újabb pályázatot, de már készülnek a tervek arra, hogy egész tovább menjen ez a út, egész a kórházig, összekötve befele a Petőfi utca fele, hogy az állomásra kényelmesen el tudjunk jutni. Egy olyan lehetőséget szeretnénk biztosítani, amivel kényelmesen, biztonságosan lehet közlekedni Komáromba, és láthatjuk, hogy a modern városok eszköze, az egyik fontos eszköze, kerékpár. Talán nem véletlen, környezetbarát, hatékony és még egészséges is. Pont ezért is támogatjuk, és bízom benne, hogy ezek a sorozatos fejlesztések Komáromba a következő években egyre inkább megvalósulnak. Kerékpárt használni nem csak az egyre bővülő lehetőségek miatt érdemes, hiszen a bringázás mellett számos érvet lehet felsorakoztatni. Az első az egészség, tehát az ember frissen érkezik mondjuk munkába, mert már reggel a friss levegőbe tekert egyet, egészségért tesz valamit, környezetvédelem, nincs füstös város, spórol benzint, üzemanyagot, nem kell az autó költségei, az autó költségei lecsökkennek. Egy sokkal jobb mentális állapota van egy olyan embernek, aki minden nap sporttal kezdi a napot és azzal is zárja. Tehát ezek mind olyan előnyök, amik azt hiszem, hogy a kerékpár mellett szólnak. A közlekedésügyi minisztérium támogatásának köszönhetően a szervezők apró ajándékokkal kedveskedtek a felvonulás legfiatalabb résztvevőinek. Azt szeretnénk, hogy minél több gyerek közlekedjen kerékpárral, hiszen mi, ha felnőttek, ha a gyerekeknek példát mutatunk, akkor ők ezt a jövőbe ezt fogják továbbvinni. A közlekedésügyi minisztérium abszolút ezek mellett a programok mellett van. Az ő támogatásukkal több egyéb más program is megvan, kampány megvan szervezve az év folyamán. És mai célunk az, hogy innen a Klapkatérről elindulunk egy nagyon lassú menettel, végig az összes lakótelepet érintve, hogy megmutassuk magunkat
az autósoknak is, a lakosoknak is, hogy van itt egy biciklis tömeg, aki igenis szeretné, hogyha fejlődne a város a biciklis infrastruktúra irányába. A kerékpáros felvonulás társszervezői a Komáromi Művészeti Alapiskola és a Szlovenszki Rebeli Folklór együttes voltak. A zeneiskola növendékei az Ötvös utcai alapiskola előtt egy rövid koncerttel várták a bringásokat, a Szlovenszki Rebeli tagjai pedig zeneszóval fogadták a klapkatérre visszaérkező résztvevőket.